És már is folytatjuk. Romhányi Tamás van itt nálunk, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője, és itt az elmúlt napokban, hetekben, ugye a Magyar Máltai Szeretetszolgálat podcast videójából, sorozatából már több ilyen részt is megmutattunk önöknek. Most erről is fogom magát, Romhányi Tamást kérdezni, az egyik készítőt. Szeretettel köszöntöm itt nálunk. Örülök, hogy itt vagyok, köszönöm szépen. Igen, mert hogy most ugye a tanévkezdés és az ezzel kapcsolatos tennivalók lesz most a témánk, illetve a segítségnyújtás a rászoruló családoknak, de előtte tényleg egy pár szót a podcastról, mert hogy ugye itt a közös elkészítésben is közreműködtünk együtt. Igen. Itt néhány visszajelzést szeretnék kérni, hogy eddig hogy fogadták az emberek a podcast sorozatot. Nagyon hálásak vagyunk az EVTN Katolikus Televíziónak, hogy itt ezt a hátsó stúdiót használhatjuk az adásunk elkészítéséhez. Máltai Szeretetszolgálat, hogy egy irdatlan nagy szervezetté nőtte ki magát. Az intézményeinkben naponta 15 ezer ember kap valamilyen ellátást. Rengeteg dolgozónk van, hál' Istennek rengeteg önkéntesünk. És a mindennapi munkák során gyakorlatilag egyre kevesebb szó esik arról, hogy miért is csináljuk mindezt. Tehát, hogy mi a dolgunk ezzel az egésszel. És a podcastot azért indítottunk, hogy ezekről a nagyon fontos igazságokról, ezekről az átélt pillanatokról, ezekről kit mi tart mozgásban, ki mit vezérelt erre a küldetésre, kinek hogyan fordult úgy az élete, hogy itt találta meg ezt a szolgálatot magának, hogy ezekről beszélgethessünk egy kicsit. Tehát a miértekről alapvetően, és hát gyakorlatilag itt megkaptuk hozzá a lehetőséget, amiért nagyon hálásak vagyunk, és gyakorlatilag június végéig 10 adást rögzítettünk, kollégákkal beszélgetünk ezekben a műsorokban olyan dolgokról, amiről egyébként a mindennapokban nem szoktunk. Igen, ezek ilyen, ahogy én is néztem, mert hogy mindig beszerkesztettük az adásokba, ilyen tehát tanúságtételek. Nek is lehet szinte őket mondani, mert hogy itt azért a legtöbb esetben nagyon személyesen vallanak arról az interjú alanyok, hogy miért is választották ezt a hivatást, a megsegítés hivatását, mások szolgálatba állását, ami azért nem könnyű. Tehát ezt be lehet vallani, hogy azért ez egy sokszor nehéz szolgálat tud lenni a maga szépségeivel együtt. Hát mindenkinek megvan a saját útja, amit végigjár. Nekünk nagyon fontosak, ugye, tehát, hogyha megpróbáljuk azt meghatározni, hogy mitől máltai mondjuk, a Máltai Szeretetszolgálat gondoskodása, mi különbözteti meg mondjuk egy állami szervezetnél, vagy teljesen más egyébként, tehát bármilyen más ellátónál végzett munkától. Hát ezekre a mi kollégáink is nagyon-nagyon keresik a választ, és gyakorlatilag ezek a podcastok egy picit, hát nagyon bízunk benne, hogy egyfajta gondolatébresztő funkciót is betöltenek, és hát a visszajelzésekről egyébként lassan terjed a híre. A külső-belső visszajelzéseket egyaránt kapunk. A kollégáktól érkező visszajelzéseknek nagyon örülünk. Múlt héten jött egy, most gyakorlatilag ugye júliusban, augusztusban nem készítettünk új adást, majd szeptemberben folytatjuk, és most gyakorlatilag előszedtük a saját csatornáinkon újra a régieket, és ebből a 10-ből készítettünk egy ilyen rövid felidéző, csak egy ilyen kis-kis rövid részleteket felvillantó válogatást, azzal, hogy hát a kedvet csinálunk vele, és kaptam üzeneteket kollégáktól, hogy nem is tudták, évközben a rohan, most nyáron a szabadság alatt volt az egyik vezető kolléganőnk, írta, hogy elmentek nyaralni, és a férjével nézik a podcastokat, én visszajöttem nekik, hogy inkább pihenjenek, tehát hogy legalább akkor egy kicsit szakadjanak ki ebből a közegből, és azt mondta, hogy nagyon érdekesek, és hát sajnálta, hogy eddig, hogy évközben nem jutott idő, mert ezek hát végülis a vágott változat ilyen 25 perc körül átlagosan. De úgy látszik, ez néha sok. De például vannak olyan kollégáink, a határúti intézményünkben dolgozó kollégám mesélte azt, hogy ő mindig az autóba hallgatja. Uh-huh. És ha megérkezik úgy, hogy nem sikerült befejezni, akkor megnézi, hogy mit tudom, a 15. percén járt, és onnan hallgatja tovább. Ezek nekünk jól eső visszajelzések. És hát ugye a szolgálatra visszatérve, viszont most egy nagyon fontos aktualitás, itt már csak néhány hét van.
talán két, hát kicsit több, mint két hét van ugye szeptemberig iskolakezdés, és a Magyar Máltai Szolgálat, Szeretett Szolgálat is segít. Igen, hosszú időn keresztül nézegettük ezt az iskolakezdési időszakot, hogy hirdessünk rá országos gyűjtést, vagy valamilyen nagyobb megmozdulást, vagy nem, de aztán tavaly évben egyértelművé vált. Tehát a helyi csoportjaink, városi szervezeteink korábban is adtak tanszereket, gyűjtöttek táskát, stb. A környezetükben élő nehéz sorsú családoknak. Tavaly elindultunk egy országos akcióval, több mint 800-900 iskolában volt meghirdetve táskagyűjtő akciónk. Idén is meghirdettük ezt az akciót, június 23-a volt talán, ha jól emlékszem, az utolsó nap, amikor még az iskolákban jelen voltak, már talán nem a gyerekek, lehet, hogy csak a pedagógusok, de addig a napig zajlott a gyűjtésünk egy hónapon keresztül. A tavaly évben 1300 iskolatáskát kaptunk, idén csak százas nagyságrendben, jóval szerényebben sikerült, de még mindig nyáron most más felületeken folytatjuk a gyűjtésünket. Jelenleg is lehet például a West Endnek a Ristor nevű üzletében leadni táskákat, és augusztus végén, 20-a után lesz az Interspár üzletekben tanszergyűjtő akciónk, és aztán meglátjuk, hogy mennyit sikerül összerakni. Ugye rengeteg, több mint 700 olyan kis településen van valamilyen kapcsolódása a Máltai Szeretett Szolgálatnak, ahol nehéz sorsú, valamilyen felzárkózás segítő programok zajlanak, vagy gyerekesét javító programok zajlanak. Úgyhogy a tavalyi 1300 táskának a célba juttatása sem okozott olyan típusú problémát, hogy úristen, mit csináljunk vele, kinek, hogy itt van még 30 táska, még ki lesz a gazdája. Ezek nagy örömet okoznak, tehermentesítik a családokat. Hát főleg most, tehát egyébként is az iskola kezdés óriási anyagi terhet ró mindig a családokra, de hát most a háború... általában is növekszenek a terhek, úgyhogy ennek ilyenkor igen, még nagyobb a szerepe, hogyha ebben tudunk segíteni. Igen, és akkor, hogyha én ezt jól értettem, akkor azért még tart ez a segítségnyújtás, és lehet segíteni. Tehát ha valaki mondjuk szeretne magánemberként akár a Máltai Szeretett Szolgálat intézményeibe vagy önkéntes csoportjaihoz is, amiből ugye több mint 350 helyszínen vagyunk jelen az országban, be lehet hozni, köszönettel elfogadjuk, örülünk neki, telitáskát, üres táskát, egyet szoktunk kérni csak, hogy olyan állapotú táskákat, illetve tanszereket hozzanak az adományozók, amit fordított esetben akár maguk is elfogadnának, tehát, vagy amit a saját gyereküknek is odaadnának akár. Tehát ha kinőtt, jó, hogyha megunta, hogyha más divat van, és vagy már 4 éve használt, hordja és újat szeretne, az teljesen jó nekünk az a táska, ha szakad, ha nem megy össze rajta a cipzár, ha a körzőnek éppen nincsen hegye, vagy a vonalzó csorba, az viszont nem jó, azokat nem fogjuk továbbadni, mert méltatlan lenne azokkal szemben, akiket megajándékozunk, tehát pont a lényeg veszne el. Úgyhogy jó állapotú, teljes értékű tanszereket és eszközöket kérünk, ennyit fogalmaztunk meg a gyűjtés kapcsán. Hogyha most már a háborúról is esett szó, egy nagyon-nagyon fél mondatban beszéltünk róla, hogy most ugye kifejezetten a gazdasági vonatkozásai ennek ugye nagy terhet rónak a családokra. Itt a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat kapcsán is beszéltünk, amikor már kitört a háború, akkor is, de azóta is. Ugye, hogy itt a segítségnyújtás hogyan zajlik az Ukrajnából ide érkezők számára, családok számára, ezzel most mi a helyzet? Mert hogy azóta nem tudtunk beszélni erről. Igen, átrendeződnek a feladataink, ahogy ugye az élet is új és új helyzetet hoz. Továbbra is jelen vagyunk a Beregsurányi határátkelőnél, és fogadjuk az ott érkezőket, de az ott érkezőknek a száma a töredékére esett vissza a korábban tapasztaltnak. Kevesebben és átrendeződik a mi munkánkban is, ez azt jelenti, hogy változatlanul viszünk is egész szállítmányokat Ukrajnába, most már nem csak kárpátaljai területekre, elsősorban persze oda, de távolabbi városokba is, például Ivano-Frankivsk egy állandó helyszínünk lett, ahová szállítunk rendszeresen. Ennek ugye az a célja, hogy akik ott tartózkodnak, azokat a szükség vagy az ellátás hiánya ne késztesse arra, hogy tovább induljanak. Tehát akik alapvetően nem szándékoznak elhagyni Ukrajna területét, azok ellátási nehézségek miatt ne kényszerüljenek rá, hogy távolabb kelljen menniük.
És egyébként pedig a tartósan Magyarországon maradó családoknak az itteni beilleszkedésébe indítottunk több segítő programot is. Többféle is van. Vannak, de jellemzően mondjuk nagyon sok olyan családunk van, ahol jellemzően a férfi ember már évek óta Magyarországon dolgozott vendégmunkásként, munkásszállón lakott, és most a háborús helyzet miatt megérkezett utána a feleség, egy vagy két gyerek, és hát innentől kezdve, hogy a munkásszálló már nem jó elhelyezés nekik, viszont ezeknek az embereknek van Magyarországon egzisztenciája, van már itteni kötődése, és ezeket a családokat segítjük. Van kifejezett integrációs programunk, amiben nagyon magas szintű segítséget nyújtunk a csak ukránul beszélő családtagoknak a nyelvoktatásától kezdve, figyelemmel kísérjük a gyerekek iskolai beilleszkedését majd szeptembertől, és mindenféle segítséget megkapnak az élet itteni újrakezdéséhez. És van egy másik programunk, amiben pedig egy-egy olyan problémának a megoldásában nyújtunk segítséget, ami a családokat éppen egy nehezen... Valami speciális dolog. Hát például mondjuk albérletet keresni, vagy valami, ezek ilyen rövidebb léptékű, nem egy éven át tartó, hanem legfeljebb mondjuk 3 hónapon át tartó segítő programok. Ebben 2500 ember lesz érintett, most egy ilyen 1500-1600 emberrel állunk már kapcsolatban, és ez az ország egész területén. Tehát ahova megérkeznek ezek a családok, és úgy néz ki, hogy hozamosabban ott fognak maradni, ez tényleg az ország egész területét érinti, és nem csak a megyeszékhelyeket vagy a nagyvárosokat, hanem kisebb településeket is, és most erre helyeződött a hangsúly nálunk. A legtöbb segítő szolgálat képviselőjét megkérdezem arról, hogy ők hogyan élik meg a segítségnyújtásnak a lelki oldalát. A kicsit földhöz ragadtabb dolgot kell, hogy mondjak. Az első hónapokban mindenki rohant segíteni, igen, nálunk is, és amíg kialakult valamiféle rendszer, ugye február 24-én tört ki a háború, március végéig, április közepéig adhok jelleggel, tehát mindig a következő napra figyelve szerveződtek nálunk is a műszakok, sőt, lehet, hogy még májusban is volt arra példa, hogy például a Beregsurányi határátkelőhöz a regionális szervezeteink küldtek 4 napos váltásokban, hát voltak köztük főállású máltai dolgozók, de a határa önkéntesként mentek, és akkor mindig eligazítással kezdődött, egy rövid kiképzéssel az újonnan érkező emberek, mit kell csinálni, hova küldjük először az érkező menekülőeket, honnan szerzünk hozzá a beszélgetéshez tolmácsot, mi a második, igen, lépés, mi a harmadik, mi a 25-dik, kit teszünk föl buszra, kinek mondjuk azt, hogy jobb, ha itt tölti az éjszakát a tornaterembe, tehát hogy ezekre mind-mind fel kellett készíteni minden egyes váltásnál az önként jelentkező, igen, kollégáinkat. Most ez a nyár már úgy telik, hogy 12 főállású dolgozónk van a Beregsurányi határátkelőn, akik máshol nem dolgoznak a máltai szeretett szolgálat, hanem kifejezetten csak a határon, és ők, de nyilván hát most gyakorlatilag ilyen 1-2 tucat ember érkezik, ez nem az a terhelés, mint amikor 3000-en jöttek egy nap. Tehát főállású dolgozók, akik műszakban végzik ugyanazt a feladatot, amit korábban önkéntesek. Az integrációs programban is az önkéntes munka egy picit átalakult, és professzionális emberek végzik a feladatok nagy részét, tehát például mondjuk a csak ukránul beszélőknek a magyar nyelvű oktatásában is olyan magyar, mint idegen nyelvtanárok dolgoznak, akik egyébként ez a szakmájuk, és nagyon hatékonyan tudják oktatni a nyelvet, tehát ez egy picit így átrendeződött, és az önkéntes feladataink is nagyobb részt visszatértek a háborún kívül zajló, az év egész időszakában tartó önkéntes feladatainkhoz. Tehát megy a hagyományos karitatív munka, nem felejthetjük el azt sem. Persze. És a háborúban, vagy a háborús helyzetre adott válaszainkban pedig hát most már nagyobb részben van egy rendszer szintű munkamenet, amit az elmúlt hónapok folyamán alakítottunk ki. És majd, ha új helyzet lesz, akkor nyilván arra megint reagálni kell, de most ezek a programok, amiket említettem, ezek folyamat lehírás szerűen zajlanak most már. Rományi Tamás, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, kitartást kívánok a szolgálathoz, és találkozunk még itt a podcastok felvételénél. Köszönöm szépen a lehetőséget.